Köszöntöm a Költség Televízió nézőit! Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Hazai pályán a Körmend ellen és Szegeden is vereséget szenvedtek a két cápák. 8 góllal verte a Hajdúböszörményt, így továbbra is 100%-os idén a nyírbátori férfi kézilabda csapat. 10 ponttal nyert Kőbányán, így nagy lépést tett a második hely felé a nyíregyházi kosársulé. Ismét rangadót játszik, szombaton a Debrecent fogadja a kisvárdai futballcsapat. Tavaszváró nőnapi futást rendeztek Nyíregyházán a Sóstói erdőben. 9 pontos vereséget szenvedett hazai pályán a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a Körmendet fogadták, és a vendégek 83-74-es győzelemmel távoztak a Tiszavasvári úti csarnokból. A bajnoki szünetet követően a legjobb 8 közé igyekvő Körmend ellen szerette volna megszerezni harmadik győzelmét a Nyíregyháza. Az első negyedben fejfej mellett haladtak a csapatok, 10 perc játék után 4 ponttal vezettek a vendégek. A folytatásban 10 pontra hízott a különbség a két csapat között. A nagy szünet előtt a hazaiak elveszítették Ritis Pipirászt, akit egy sportszerűtlen hibával és egy technikaival kiállított lengyel játékvezető. Fordulás után zárkózni kezdtek a cápák, sőt a negyed utolsó percében a vezetést is átvette Darko Radulovics együttese. De a hazai szurkolók öröme csak átmeneti volt, a Körmend visszavette a vezetést, és az utolsó negyedben taktikusan játszva meg is nyerte a mérkőzést. Gratulálok a Körmendnek, végül megérdemelten nyert. A statisztika egyenlő erők küzdelmét mutatja, de attól függetlenül, hogy nagyon készültünk, sok hibát követtünk el. Felelőtlenül eladtuk a labdákat, többször is 1-5 ellen próbáltunk kosárlabdázni, amiről még beszélnünk kell a játékosokkal. Döntő volt továbbá Pipirász kiállítása, mert nagyon fontos játékost veszítettünk el. Kétszer faltolták az eset előtt, ő bírja a kemény játékot, tudom róla, hogyha nem történik semmi különös, tudta volna kezelni a helyzetet. Egyébként a játék több elemében jól teljesítettünk. Sokat kell elemeznünk és felkészülni a következő két nehéz idegenbeli mérkőzésre. A vendégek edzője szerint csapata hullámzó játéka ellenére is megérdemelt körmendi győzelem született. Nagyon kemény mérkőzés volt, nagyon agresszív védekezést használt a Nyíregyháza. A második fél időben megtaláltuk, hogy mi ennek az ellenszere, meg is csináltuk az előnyt, aztán a harmadik negyedből kijöttünk teljesen indisponáltan. Nem tudom, a támadásaink abszolút nem azt csináltuk, amit megbeszéltünk. Aztán végül a negyedik negyed is egy ilyen küzdelmes mérkőzés volt, de végén mi jöttünk ki belőle győztesen. 4 negyedből végül is 3-at megnyertünk. Most számunkra tényleg az a fontos, hogy ezt a meccset megnyertük, és megtettük az első lépést ahhoz, hogy legyen esélyünk még továbbra is a playoff-ba kerüléshez. Ezért gratulálok a csapatomnak, és a Nyíregyházának pedig további sok sikert és kitartást. A forduló további eredményei a következők: Oroszlány-Szombathely 75-87, Sopron-Albafehérvár 72-91, Kaposvár-Budapesti Honvéd 94-79, Szeged-Deac 83-86, Zalaegerszeg-Szolnok 79-78 és Atomerőműese Kecskemét 99-76. A tabella élén a Szombathely áll 19 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve a 17-5-ös mérleggel rendelkező Szolnokot. A kék cápák szerdán is pályára léptek. A Nyíregyháza Szegeden pótolta a 21. fordulóból elmaradt mérkőzését. 3 negyeden keresztül vezetett, de végül 11 pontos vereséget szenvedett Szegeden a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a 21. fordulóból elmaradt mérkőzésüket pótolták a Tisza partján. Az első negyed végén 7, fél időben 15 és 30 perc játék után is 11 ponttal vezetett a Nyíregyháza. A negyedik negyedet viszont 33-11-re nyerte a házigazda, és ezzel együtt a mérkőzést is megnyerte 85-74-re. A sereghajtó kék cápák szombaton a negyedik helyen álló Albafehérvár otthonában lépnek pályára. Továbbra is 100%-os ebben az évben a bajnokságban a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Falcsik Miklós együttese az NB2 északkeleti csoport 14. fordulójában 36-28-ra verte a Hajdúböszörményt.
Mindkét csapat két tavaszi győzelemmel várta a fordulót, így előzetesen kiegyenlített mérkőzésre lehetett számítani. A hazaiak kezdtek jobban, 6 perc alatt 6-0-ra elhúzott a Nyírbátor. A folytatásban aztán a Hajdú böszörményiek is elkezdték lőni a gólokat, a félidő hajrájában két találatra felzárkóztak a vendégek. Az utolsó percekben viszont csak bátori gólok születtek, így 18-11-es állásnál vonultak pihenőre a játékosok. A szünet után sem változott a játék képe, tartotta 7-8 gólos előnyét a házigazda. Volt közte 10 is, de végül 8 gólos nyírbátori győzelemmel ért véget a találkozó. A hazaiak edzője nem volt teljesen elégedett a látottakkal. Ugyan, ahol emlékszem, 7-0-val sikerült, vagy 6-0-val kezdeni. Ami egy picit probléma volt ebben a történetben, hogy néhány perc alatt már 8-6 volt az eredmény. Tehát nagyon gyorsan kaptunk 6 gólt, és ezeket a hibákat nem követhetjük el egy klasszis csapat ellen. Sokkal jobb csapat ellen, mint mondjuk ez a böszörmény. Ezek a fiatalok meg is lepődtek, meg is szeppentek, egy kicsit talán még a kedvük is elment a játéktól. Ezt egy Mezőkövesd, egy Acélváros ellen is meg lehet csinálni. Lehet így kezdeni egy mérkőzést, de akkor aznak, annak ütősnek kell maradni végig, nem szabad kiengedni. Tehát nem lehet azt megcsinálni, hogy másodpercekig támadunk. Mert abból vannak a problémák, amikor másodpercek alatt eladjuk a labdát. Nem kényszerítjük az ellenfelet védekezésre, ami legjobban fárasztja elméletileg a csapatot, hanem könnyű gólokat tudnak szerezni. Erre kell nagyon vigyázni, elhívtam fel a fiúk figyelmét, és amikor a második fél időben megint megnőtt a különbség, akkor ezt nem engedtük, hogy vissza pörgessék az időt. A fiatalok a végén jöttek be, gyakorlatilag a két kapus között megosztottad a 60 percet, és azt hiszem azon kívül egy cserével játszottatok 57-58 percig. Mennyire megterhelő ez? Nagyon megterhelő, de hála Istennek az elvégzett munka látszik. Nem fáradnak el a srácok. Tulajdonképpen a cserék nagyon kevesen vagyunk. Tehát most a Bormák például is sérült volt, ugye mi már csak egy beállósunk maradt. Siket Kori, aki alapvetően mezőnyjátékos, támadó, tehát átlövő. Most őt beállóba próbáltam, hogy segítsen a Lángmárknak, a másik beállósunknak, aki fiatal, tapasztalatlan még, de most ilyen mérkőzéseken lehet pallírozódni. Mondtam neki, hogy most ezen a mérkőzésen kell bemutatni, megmutatni azt, hogy mire vagy képes. Úgyhogy ahhoz képest egészen jól megoldotta. Én egy picit jobban féltettem őt, de sokkal figyelmesebbnek kell legyen, és hogyha ha figyelmes lesz, és az edzés munkája is olyan lesz, mint ahogy eddig, akkor nem lesznek problémák, és egyre többet fog tudni a Bormárk mellett is játék lehetőséget kap. Idén 3 mérkőzésben 3 nagy különbségű, meg a biztos győzelem, lehet azt mondani, hogy ez volt az elvárás, ez a papírform eddig? Nem szerettük volna elbukni ezeket a mérkőzéseket, maradjunk ennyibe, tehát pontot nem szerettünk volna ezek ellen a csapatok ellen veszíteni. Ugyanez jellemző a Fehérgyalmat elleni mérkőzésre is, de ugyanezt mondhatom el az összes többi hazaira. Tehát fog jönni az Acélváros, jön a DVTK, akik lehet, hogy jobban jegyzett, magasabban jegyzett csapatok, de addig nagyon keményen fogunk dolgozni, és nekem meggyőződésem, hogy ha Márkó is felépül a másik beállós, akkor még több variációsi lehetőségünk lesz, és meg tudjuk ezt oldani. Tehát két ilyen stabil kapussal a hátunk mögött, egy még agresszívebb, még tudatosabb védekezéssel bármilyen csapatot meg lehet törni ebben a mezőnyben. Senki nem mehet biztosra, és én biztatom is a fiúkat. Tehát az, hogy volt két vesztes mérkőzésünk az ősszel, illetve volt egy döntetlen idegenben, az nem jelenti azt, hogy nem nyerhetjük meg az összes mérkőzésünket a tavaszi szezonban. Én mindig csak egy mérkőzésre gondolkodom előre, srácokat is inkább erre kérem, de nagyon szeretném. Sokszor elhangzik az, hogy mi lesz majd itt a DVTK ellen, akár a Mezőkövesd ellen, idegenben, illetve az Acélváros ellen itthon. Úgyhogy megpróbálunk mindent megtenni, és könnyű mérkőzés nincs. Tehát itt mindenki megnézheti az eredményeket, hogy például egy Balmazújvárosba elment a Fehérgyalmat, és nem tudott győzni. Pedig meggyőződésem, hogy a Balmazújvárosban nincs egy felnőtt korú játékos, csak ifjúkorú játékosok vannak, és ennek ellenére szépen megoldották az ő maguk szempontjából. Természetesen a Gyarmat megsiratja az egy pontját. A Fehérgyalmat elleni meccsig 2 hét van még hátra, egy hétvége kimarad a bajnoki fordulókat tekintve, mire tudjátok, vagy hogy tudjátok hasznosan eltölteni ezt az időszakot?
Nem akarunk kiesni a meccs ritmusból. Éppen ezért azon a hétvégén is lesz mérkőzésünk, csak nem bajnoki, hanem egy edzőmérkőzést szerveztünk le a Debrecennel, akivel a Deac 2-vel, akivel már játszottunk bajnoki mérkőzést. Innentől kezdve most már a Böszörmény is felszabadult, tehát ez tudni kell erről a Böszörmény, hogy ez sokkal jobb képességű csapat, mint amit ma nyújtottak. Ott nagyon megszenvedtünk két góllal, alig tudtuk őket megverni, és nagyon jó edzőpartnerek is. Tehát ezt ki fogjuk használni a későbbiekben, és amikor lesz ilyen két hét, akár lesz két hetes szünetünk is, akkor két hétvégén is nincsen játék, bajnoki forduló. Ezeket kihasználjuk, és szépen megyünk, és edzőmérkőzéseket fogunk játszani, mert élesben lehet igazából gyakorolni azt, amit csinálunk edzésen. Nagyon jól kezdtétek a meccset, aztán egy picit visszajött a mérkőzésbe az ellenfél, az első fél idő végén már jelentős volt a különbség, és ezt végig tartottátok, belülről milyen volt ez a meccs? Az elején igen jól bekezdtünk, lerohanásból tudtunk sok gyors gólt lőni, utána pedig egy védekezést váltott a Hajdúböszörmény, és ott egy kicsit megakadt a támadójátékunk, ott voltak hibák, de utána pedig mi is váltottunk tempót, és utána már jól tudtuk lereagálni ezt a nyitott védekezést. Kevés cserével játszottatok, hogyan bírtátok a pályán? Szerintem mindenki végig bírta, készültünk edzésen rájuk, hogy gyorsak lesznek, de én úgy gondolom, hogy mindenki bírta a meccset. Három meccs, három nagy különbségű győzelem, mekkora önbizalmat ez a folytatásra, hiszen majd lassan jönnek a előttetek álló csapatok elleni, vagy közvetlenül mögöttetek álló csapat elleni meccsek, gondolok itt ugye a Mezőköves, Dacilváros, DVTK. Hát igen, tudjuk mi is, hogy nehezebb meccsek következnek most, de szerintem ez a három győzelem ez mindenféleképpen nagy önbizalmat adott nekünk. Készülünk majd tovább a csapatokra, és ugyanígy próbáljuk majd a bajnokságot folytatni, ahogy eddig tettük. Látjuk a csapatod a pályán játék közben. Mint közösség, milyen ez a társaság? Mennyit vagytok esetleg együtt pályán kívül is? Nagyon jó közösséget alkotunk, tehát mondhatni nem csak csapattársak vagyunk, hanem szinte barátok vagyunk egyértelműen. Nagyon jó kis közösség jött össze, és hát igen, jó közösség. A pályán kívül pedig hát ott is jó közösséget alkotunk szerintem. Most a harmadik helyen áll a csapat, aláírnád ezt, vagy pedig azért vannak merészebb tervek is? Ahogy a bajnokság elején a célkitűzés ugye megtörtént, szerintem aláírnám ezt a harmadik helyet, de azért dolgozunk, hogy minél jobb helyen zárjunk majd a bajnokságban. A forduló további eredményei a következők: Kazincbalcikai KSE, Acélváros KK 28-42, Balmazújvárosi KK, Kisvárdai KC 30-32, Tiszavasvári SE, Fehérgyarmati VSE 41-37, Mezőkövesdi KC, Deac 2 40-20 és Újfehértó Kálusemjén SZSE, DVTK 22-39. A tabella élén a 26 pontos Mezőkövesd áll, megelőzve a szintén 26 pontos DVTK-t és a 23 pontos Nyírbátort. Megszerezte 11. bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttese 76-66-ra nyert a Kőbánya Zsíros Akadémia otthonában. Az igazság, hogy ez a 10 pont, ez a mérkőzés kezdetétől megvolt, tehát hogy elkezdtük a mérkőzést. Megpróbáltuk úgy forgatni a csapatot, hogy ne játszassuk fel azokat a játékosokat, akik egyébként is nagyon sok játékpercet töltenek a pályán. Főleg a juniorokat, akik ugye pénteken Zalaegerszegen voltak, tehát nekik azért egy kicsikét ez így nagyon húzós volt, hogy hajnalba érkeztünk, ugye vasárnap vissza kellett menni. Azokat a dolgokat, amiket meg szeretnünk volna csinálni, azokat meg tudtuk csinálni. Nem kaptunk gyors indítású gólokat, ugye, ami azért fontos volt. A magas embereiket tudtuk tartani palánk alatt, annyi, hogy a kinti dobásaikra nem mindig értünk ki. Próbáltuk a védekezést is, tehát különböző védekezési formákat próbáltunk gyakorolni, mert egy olyan képességű csapat ellen játszottunk, aki azért egy igen jó szerkezetű és jó játék állománnyal rendelkező csapat. Tehát is igazából szerintem egy percig nem volt kétséges az, hogy ki fogja ezt a mérkőzést megnyerni, inkább az, hogy mindenki kapjon elég játékpercet, mindenki tudjon fejlődni, mindenki lássa azt, hogy azért a következő mérkőzéseken esetleg mi az, amit hozzá kell tenni a csapatnak ahhoz, hogy ugye a fentebb régióba is esetleg eredményt tudjunk majd elérni.
ez a mérkőzés, ez a győzelem nagyon fontos volt, de volt a fordulóban még egy fontos mérkőzés, mégpedig a MTK-TFS-e Vasas találkozó, ami nagyon eredmény született, ami mindenképp jó a nyíregyházi kosársúli számára, ezt beszélgettük legutóbb, hogy itt MTK győzelemre volt szükség és meg is született. Így van, tehát mi is néztük az eredményt, hogy elejének szoros mérkőzés játszott a két csapat, tehát nekünk mindenféleképpen az kellett, hogy itt az MTK ezt a mérkőzést megnyerje. A későbbiekben ugye még van egy Vasas és DVTK mérkőzés, és igazából itt már majdnem mindegy, hogy ki fogja a mérkőzést megnyerni, mert utána az egymásen eredményben a DVTK-tól jobbak lehetünk. Itt nekünk egyetlen egy mérkőzés az, ami még nagyon kulcsfontosságú, az, hogy a Debrecen ellen hazai pályán mit fogunk játszani. Hát én remélem, hogy idegenben tudunk 30 ponttal nyerni, akkor ez hazai pályán is győzelem lesz ennek a mérkőzésnek a vége, és akkor ott vagyunk a legjobb hat közt, amin úgy gondolom, hogy ez egy óriás eredmény. Tehát évelején azért erre nem számítottunk, mert egy aránylag kiegyensúlyozott erős mezőny, ami ebbe a csoportban van. Tehát itt azért még az 5.-6. helyezett csapat is egy erős játékerőt képviselő csapat. És hogy nekünk az volt a szerencsénk azért, hogy azok ellen a csapatok ellen, amikor kellett, akkor egy jó játékot tudtunk hozni, és azokat a mérkőzéseket is tudtuk nyerni. Ez nem tik ellen, reméljük játszunk egy jó mérkőzést, az végül is szerintem nem fogja befolyásolni a sorrendet. Nekünk még a debreceni mérkőzés, ami még fontos lesz, hogy ott ne csúszson be semmilyen hiba. Beszéljünk még egy picit az MTK elleni mérkőzésről. Lehet azt mondani, hogy most igazán felszabadult a nyomás nélkül játszott majd a csapat? Igen, tehát végül is ez a mérkőzés az, amikor itt játszunk. Tehát a DVTK ellen, ez egy kötelező volt, azt már mindenféleképpen hoznunk kellett ahhoz, hogy a céljainkat elérjük. Itt játszunk, meglátjuk, hogy milyen játékos állományt hoz le. Ha hozza a komplet sót, akkor azért tök minden milyen felszabadultra fogunk játszani. Azért azt a ritmust mi nem tudjuk. Tehát ahhoz azért ugyanebben a szellemben, ugyanebben a ritmusban is, hogy ugyanolyan ellenfelek ellen kellene a játékosoknak is felkészülni, és ugye nem annyit edzen, amit mi edzünk, hanem ugye azt a napi két edzést kellene megtennünk, amit nem tudunk megtenni, ugye se az iskolai tanulmányok miatt, se amiatt, hogy itt azért van más elfoglaltság a játékosok, hogy nem csak az, hogy kosárlabdázanak. Természetesen itt vagyunk, játszunk, kosárlabdázunk, reméljük, hogy éppen egy meglepetést is tudunk szerezni majd. Beszélj néhány szót a juniorokról. Szó esett a zalaegerszegi túráról, milyen eredménye zárt a csapat, és hogy néz ki a folytatás? Sikerült Zalaegerszegen a mérkőzést megnyernünk, ez neki nagyon fontos volt. Tehát mi szeretnénk itt a csoport első két helyéből valamelyiken végezni. Ez azért fontos, mert akkor már biztos 16-ban vagyunk, és akkor éppen a 8 közé jutásért is játszhat még a csapat, ami ugye nem reális, hogy mi 8 közé kerüljünk, de az, hogy a 16-os táblán bent maradjunk és egy B-döntőt játszunk, az igen. Ezért kellett nekünk ez az idegenbeli zalaegerszegi mérkőzés, mert sajnos az első mérkőzést a Beac B ellen elveszítettük, ami ugye igencsak rosszul érintette a csapatot, de sikerült javítanunk a következőben, amikor a Beac A csapatát sikerült megvennünk. Így van egy hazai mérkőzésünk még a Beac A ellen, vagy a Beac B ellen, és a zalaegerszeg, tehát véletlenül úgy cserebeérítjük el a mérkőzéseket, az utolsó három junior mérkőzésünk hazajelentezés lesz, tehát nem kell utaznunk, azért az nem fogja kivenni a játékosokból az erőt, mert azért itt végig gondoltuk, hogy zalaegerszeg oda-vissza azért nagyon kemény túra volt, főleg egy nagyon jó ellenfél ellen játszottunk, mindent megpróbált mind a két csapat, végül is a mi taktikánk volt az, ami győzedelmeskedett, és reméljük, hogy a junioroknak is sikerül azt a célt elérni ők, amit kitűztünk az évelején magunk elé. Az amatőr NB1 zöld csoport tabelláját az MTK-TFS-e vezeti 13 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 11-3-as mutatóval rendelkező nyíregyházi kosársulit. A két csapat vasárnap 17 órai kezdettel találkozik a Szent Imre csarnokában. Ismét rangadót játszik a kisvárdai futballcsapat. Az NB1 23. fordulójában Török László harmadik helyen álló együttese a 4. Debrecent fogadja. A mérkőzés szombaton 14:30-kor kezdődik a Várkerti stadionban. Vasas meccsen is egy kicsi dráma volt a végén. Ugye, hogy a legvégén kaptunk egy büntetőt, az nagyon lehúzott minket. Ugye jött egy magyar kupa mérkőzés, ahol a terveink, a továbbítási terveink szertefoszlottak. Jött egy Kecskemét meccs szintén, ahol vereséget szenvedtünk, tehát egymásra épülő negatív hatások értek minket. Ebből kell most kijönnünk. A héten
dolgoztunk, beszélgettünk erről is sokat. Úgy gondoljuk, hogy természetesen azok is mi voltunk, akik eddig a bajnokság folyamán az előző mérkőzéseken és a tavalyi szezonban is azért nagyon jó mérkőzéseket játszott. Most egy kicsit elveszítettük a fonalat, de azon vagyunk, hogy ezt most nagyon gyorsan megtaláljuk, és ennek a szellemében készültünk a mérkőzésre, úgyhogy ezeket meg kell temészteni, remélem, hogy túl vagyunk rajta. Sok idő nincs pihenni, ráadásul egy újabb rangadó jön, hiszen most már Debrecen mindössze egy helyezéssel és egy ponttal van a Kisvárda mögött a tabellán. Milyen mese számítotok, mivel lehet felülmúlni a Lokit? Ugye kikaptak a Fraditól, de ettől függetlenül egy jó sorozatban vannak. Sok változáson ment keresztül a Debrecen labdarúgó klub és maga a csapat is. Ugye edzőváltás, tulajdonosváltások, vezetői pozíciók cserélődtek. Úgy néz ki, hogy kezdenek kiegyenesedni, és egyre jobb teljesítményt nyújtani, és tényleg kirajzolódott egy jó stílusuk a játékoknak is. Úgyhogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, de nekünk azt ki kell használni, hogy megint itthon tudunk játszani, és ha nem is teljes mértékben, de felettetni az elmúlt időszakot. Szükség van-e változásra a kezdőcsapatban, vagy egyáltalán van-e lehetőség komolyabban belenyúlni a kezdőbe? Nem utólagos magyarázkodásnak, csak pillanatnyi helyzetjelentésnek szeretném mondani, hogy azért nagyon sok sérülés és betegséggel majlottunk, de inkább az a betegség, ami dominált a csapat körül. Ugye még a hét elején is, hétfő, kedden, szerdáig voltak betegségek, volt akiné lázba is járt, volt akiné nem, úgyhogy ilyeneken is keresztül megyünk, biztos, hogy lesz változás. Ma már edzettünk, mindenki tudott edzeni, remélhetőleg már nem lesz újabb betegség, és akkor ki tudunk állni egy erős kezdő 11-jel. A Kisvárda-Debrecen mérkőzés szombaton 14 óra 30-kor kezdődik a Várkerti stadionban. A forduló további párosítása a következő: Paks-Molfehérvár FC, Budapest-Honvéd-Zalaegerszeg, Kecskemét-Vasas, Újpest-Mezőkövesd és Ferencváros-Puskás Akadémia. Hagyományteremtő céllal tartottak futónapot kedd délután Nyíregyházán. A tavaszváró nőnapi futáson több százan vettek részt a Sóstói erdőben. Az ötlet onnan jött, hogy a sport a mozgás a lételemünk. Mi nők a hétköznapokban nagyon sokat kell, hogy tegyünk a családért, de elsőlegesen figyelembe kell venni magunkat is. Nőként mennyi feladatunk van. És azt gondoltuk, hogy akkor egy hagyományőrzővel, egy lehetőséggel megrendezzük az első tavaszváró nőnapi futásunkat. Óriási a siker, regisztráltaink nagyon sokan vannak, több mint 200 előregisztráltunk van, és jelenleg is regisztrálnak még a standoknál, úgyhogy nagyon büszke vagyok és boldog a Szabolcs-Szatmár vármegyei nőkre, hogy itt vannak velünk, és együtt küzdünk az egészségünkért. Hiszen azt szoktam mondani, az egészségünk a szépségünk. Ez nem egy futóverseny, inkább egy futófesztivál, vagy egy közös futás, közösségi élmény? Nem fesztivál, és nem is verseny. Itt most együtt vagyunk, és elindulunk az egészségünkért. Három távon. Egy 4 kilométeres futótávon, egy 8 kilométeres futótávon, és egy 4 kilométeres gyalogló távon. Ezek a távok fogják nekünk adni a jelenlegi napi egészséges mozgásunkat. Nem gondoltunk volna nagyobb lehetőséget, hiszen jelenleg szokattatni kell az embereket, a nőket ahhoz, hogy fontos legyen, és napi szinten beiktassák az életükbe a mozgást. Egyéni regisztrálók voltak, vagy jelentkeztek közösségek is? Közösséges jelentkeztek. Nagyon büszke vagyok szociális intézményekre, ahol több mint 14 fő érkezett porcsalmai intézményből, akik gondozók és ápolók, és nekik már nem csak ez az első alkalom, hogy ilyen fontos, hiszen velünk vannak az ápolók gondozók futásán, és majd a nemzetközi első futáson, ami az ápolóknak fog majd szólni májusban. A háttérben gyülekeznek a tavaszváró nőnapi futófesztivál résztvevői. Mi ez igazából, egy sportrendezvény, egy közösségi élmény, vagy pedig a nőnaphoz kapcsolódó egy picit figyelemfelhívó rendezvény? Lényegében minden, és azt hiszem, hogy így a tavasz kezdetén ez egy tökéletes kezdés. És valóban egy olyan alkalom a nőnapnak a megünneplésére, amellyel egyrészt a hölgyek mellett, a hölgyek ünneplése mellett azért fel tudjuk hívni a figyelmet a sportnak a fontosságára, a szabadidő hasznos eltöltésének a fontosságára, és a természetnek a szeretetére, hiszen hát itt vagyunk a gyönyörű Sóstói erdőben, és azt hiszem, hogy ettől jobb helyszínt, ettől autentikusabb helyszínt nem lehet.
lehet találni arra valóban nagyon sikeres tavaszváró futásra, amelynek a megvalósításában elengedhetetlen szerepet játszik az Életforrás Egyesület, nekik is köszönjük, és hát ezúton szeretnénk mi is egy picit részt vállalni ebből, és velük együtt köszönteni a hölgyeket, akik megszínesítik és kitavasziasítják a hétköznapjainkat. Volt két év, amikor rengeteg rendezvény elmaradt a koronavírus járvány miatt, többek között sportrendezvények is. Úgy tűnik most már, mintha az elmúlt egy évben kezdenének visszatérni, ezek a rendezvények kezd visszatérni a normális élet. Ez a tapasztalat? Abszolút ez a tapasztalat, és hát azt is tapasztaljuk természetesen, hogy mindenki, az emberek vágynak a közösségi élményekre és azokra a programokra, amelyeket együtt tudnak eltölteni, és hát a mai nap is tökéletes bizonyítéka annak, hogy van ennek létjogosultsága, és nagyon nagy szükség van arra, hogy valóban olyan tartalmas, olyan sportos, az egészséges életmódot népszerűsítő közösségi programok is megvalósuljanak, amelyet tudunk tenni nem csak a saját magunk egészségéért, hanem egy kicsit talán patetikusan, de a közösségnek az egészségéért, amely azt hiszem, hogy nagyon fontos. 3, 2, 1, és elkezdtod! Végül több százan álltak oda a rajtvonalhoz. A legedzettebbek 8 kilométert futottak, voltak, akik 4 kilométert vállaltak, és voltak, akik sétálva tették meg a 4 kilométeres távot. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!